A Kerecsen Motoros Egyesület szervezésében idén 8. alkalommal szervezték meg a Kerecsen Motoros segélytúrát, amelynek fő célja továbbra is a jótékonykodás, az önzetlen segítségnyújtás. Több mint 100 motor, közel 200 ember vett részt a kétnapos segélytúrán, akik a Tornajához közeli Sajó-Szentkirály bánrévei határátkelő parkolójában találkoztak, ahonnan a túra kezdetét vette. Ha már motorozunk, akkor vigyünk bele valami léleket, tegyünk bele valamit. Mert különben az üres motorozás szép dolog, de még szebb, hogyha valami cél is van mögött, és az a cél az nem önös, hanem inkább a közért tesszük a dolgunkat. Próbálunk nem nagy dolgokat csinálni, csak az egyént, az embert, a rászorulót támogatni. És hát, hogyha már ilyen nagy baráti társaságunk van, és ennyi emberre számíthatunk, akkor hát gondoltuk, hogy így tudunk a társadalomnak a leghasznosabb részévé válni. A túra alkalmával ellátogattak Hamvára, ahol Juhász István és Nagy Ákos Róbert gömöri esperes kalauzolásában meglátogatták Tompa Mihály sírját. Megtekintették a település neves, népi fafaragó szobrászművész Igó Aladár alkotásait, valamint a közeljövőben átadásra kerülő Hamva híres szülötteinek és az itt tevékenykedő jeles személyiségeknek elkészült emlékszobát. László Otto helyi iparművész a Kovács Mesterség apró rejtelmeibe vezette be a több mint 100 fős csapatot, majd útjuk tovább Rimaszombatba vezetett, ahol a város főterén B. Kovács István gömörológus, helytörténész mutatta be a város történetét, a főtér neves, a magyar nemzethez köthető történelmi épületeit, szobrait. Késő délután érkeztek Nagybalogra, arra a helyre, ahol az a 4 gyermekes család él, akinek segíteni szeretnének. Nem egy átlagos dolog az, mikor valakinek otthont szeretnénk. Varga Pál és felesége, valamint 4 gyermekük egyetlen szobában, alig pár négyzetméteren élnek. Rajtuk szeretnének segíteni a Kerecsen Motoros Egyesület tagjai. A cél egy családi ház megvásárlása, ahol a család békében nyugodtan nevelhetné gyermekeiket. Én konkrétan második éve veszek részt ezen a rendezvényen, és nagyon szeretem őket, mert nálunk is ugyanez a tendencia, hogy minél többet segítsenek a motorosok az árvákon, az egyedül maradtakon, a kórházba, tehát mindenfelé, és mikor megismerkedtem velük 2 évvel ezelőtt, akkor ugyanezt tapasztaltam, hogy a segíteni való, a segítség a mások embereken, ez nagyon nagy példaértékű. Az Ex Libris díjjal is jutalmazott Kerecsen Motoros Egyesület több éven keresztül a Berzétei Árvaház megsegítésére szervezte a motoros segélytúrát, amelyet még 2008-ban kezdtek el építeni, jó részt adományokból. Most a megszokottól eltérő útvonalat tűztek ki maguk elé, nehéz sorsú, gömöri magyar család javára gyűjtenek.